Sziasztok, üdvözöllek benneteket a csatornámon. Egy olyan témával jövök most, amiről már nagyon régóta szerettem volna beszélni, viszont a kezdő lökést megadta nekem a mai videóhoz egy hölgynek a levele, ami e-mailben érkezett. Nem válaszoltam neki személyesen, mert annyira jó témát vetett fel bennem, hogy úgy gondoltam, hogy egy egész videót készítek erről. Most ez a hölgy egy 40 fölötti hölgy, aki egy ilyen 20 évesnek a testére büszkélkedett, annyira szépen kidolgozta, és igazából egy pici panasz volt csak benne, és kérdés azzal kapcsolatban, hogy minden áldott nap edz valamit, és valahogy úgy érzi, hogy nem fejlődik annyira mostanában, és sőt egy picit zsírosodik is, és nem érti, hogy mi lehet a probléma, kicsit segíthetnék neki. Most nem tudom, hogy nézőim közül hányan vagytok, akik már hallottak arról, hogy túledzettség vagy magas kortizol szint. Erről szeretnék egy picit bővebben beszélni. Igazából az a lényeg, hogy ugyanúgy, ahogy engem is, gondolom sokatokat elkapott a gépszíj. Van, aki eljár egy hónapig edzeni, és akkor utána ennyi volt, köszönöm szépen, nem kéri. Viszont vagyunk egy csomóan, akik kitalálják, hogy ez életüknek a fő hobbija lesz, és tényleg állandóan a teremben vannak. Mindenki beleesett már szerintem ebbe a hibába, aki ugye hosszabb ideje kondizik, én is. Én képes voltam minden áldott nap lemenni, és ugyanazt csinálni, folyamatosan, még több sorozatba, még több súllyal, és nem fejlődtem semmit. Na ez itt a lényeg, hogy milyen jelei vannak annak, amikor túledzed magad. Szokásos, megint csináltam egy kis jegyzetet, úgyhogy bele fogok nézni, de tényleg csak azért, mert különben én 20 órán keresztül is képes lennék mindenféle témába belemenni, és akkor pont arról nem beszélni, amit szerettem volna. Például első nagyon fontos probléma szokott lenni a motiváció elvesztése. Aztán a fejlődés hiánya, sérülések, tehát akár ízületi probléma, vagy izomsérülés. Aztán vizesedés. A vizesedés az majdnem úgy néz ki, mint a híznánk, ilyen nagyon puha réteg fedi be az izmokat, ami ugye igazából nem konkrét hízás. Aztán indokolatlan fogyás, de nem olyan fogyás, ami ugye a jó értelemben, tehát nem zsírt veszítünk, hanem sajnos izmot. Tehát a mérleg kevesebbet mutat, de nem nézünk ki jobban. Aztán, amikor izmot szeretnénk fejleszteni, és nem fejlődik, tehát minél többet edzünk, azt hiszük, hogy annál jobban fogunk fejlődni, de ez nem így van, erre mindjárt ki fogok térni. Aztán van a fáradékonyság, és ugye a kegyelem döfés, ugye megemelkedett kortizol szint, amiről szerintem majd fogok egy másik videót készíteni, mert marha jó téma, és nagyon hosszadalmasan lehetne róla beszélni. A kortizol hormon, ez a stressz hormon, és ugye ez is a túledzettségből is adódik. Most a túlterheltség és a túledzettség az nem feltétlen azt jelenti, hogy túledzük magunkat, hanem ebben még nagyon nagy szerepet játszik az is, hogyha nem megfelelő a tápanyagbevitel. A tápanyag az nem egyenlő a kalóriabevitellel. Erről szerettem volna már korábban is beszélni. Igazából nagyon sok ember van, aki azt hiszi, hogy eleget eszik, igazából lehet, hogy túl sokat is eszik, de én amúgy hívom ezt, hogy üres kalóriát, tehát üres kalóriát visz be, mert nincsen tápanyag, ami azt jelenti, hogy a szervezetét, a testét nem építi, ugyan ugye van benne sok kalória, de azok a dolgok, amik fontosak ahhoz, hogy jól működjön a testünk, szervezetünk, építkezzünk izmokat, levigyük a zsírt, az ugye nem valósul meg, mert nincsen benne elég tápanyag. Ez azért elég fontos dolog, úgyhogy vagy utána kellene olvasni, vagy szakember segítségét kellene hívni. Ezzel kapcsolatban még arról szerettem volna beszélni, hogy nagyon sok hölgy nekiáll fogyókúrázni, és ugye egyre jobban néz ki. És ilyenkor mi van? Ugye van egy alacsonyabb tápanyagbevitelünk, egy alacsonyabb kalóriabevitelünk, és erre, mivel ugye egyre jobban néznek ki, nekiállnak eszeveszettül mozogni sporton, tehát van, amikor 2-3 órákat edzenek minden áldott nap, és ugye ugyanaz a pici kalóriabevitel, meg tápanyagbevitel van. Tehát nem sokkal, ez ugyanolyan, mint hogyha elmennétek egy autóval, mara hosszú útra, de ugyanazt a kicsi benzint akarnátok beletankolni, vagy éppen másfajta üzemanyagot, amit használtok, mint amit mondjuk a munkahelyetekig, ami 5 percre van. Értitek már, hogy mi a lényeg? A lényeg az, hogy mindig annyi tápanyagot vigyünk be a szervezetbe, amennyire használjuk.
ez nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. És ugye, hogyha sokat edzünk, akkor ugye a pihenőidő is megnövekszik. Tehát erre is nagyon-nagyon kellene figyelni. Tehát mit tudom, valaki 4 órákat alszik, és neki áll minden nap 2 órákat edzeni, nem lesz elég az a 4 óra alvás, tehát erre oda kellene figyelni. Aztán, ami még nagyon-nagyon fontos, erről szerettem volna még beszélni, hogy hogy működik az izomépítés. Nagyon sok ember azt hiszi, hogy az edzésen történik az izomépítés, de ez nem így van. Az edzésen adunk egy ingert a testünknek, és utána, amikor eljutunk a pihenőidőig, már ha eljutunk, a pihenő regeneráló időszakban történik az izomrostok keresztmetszetének a növekedése, tehát akkor fejlődik az izom. Ugye ezt optimális pihenővel lehet elérni, minőségi alvással, és nagyon-nagyon fontos, magas fehérje és aminosav bevitel gyorsítja a regenerációt, tehát erre oda kellene figyelni. Én azt mondom, hogy most itt tényleg a hölgyekről beszélünk, mert szerintem a fiúk tök tisztában vannak vele, hogy milyen aminosavakat lenne érdemes fogyasztani, de a csajok legalább szerintem legalább edzés után egy fehérje turmixot, ha megisznak, meg mondjuk edzésen egy kis glutamin BCA-t bevisznek a szervezetükbe, az teljesen elég, tehát nem kell túlbonyolítani a dolgokat. Kinek melyik márka válik be, ez teljesen rátok, bízom én a Genius Nutrition termékeit szoktam mostanában használni, mert nagyon-nagyon jó az előállítása, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Én úgy gondolom, hogy szerintem mindent elmondtam ezzel kapcsolatban, úgyhogy nem is szaporítanám tovább a szót. Szeretnék elbúcsúzni tőletek, és hogyha tetszett a videó, akkor nyugodtan nyomjátok meg a lájkot vagy az osztást. Köszönöm szépen, sziasztok!